Hamarosan kezdődik a FEM 3 Café, a FEM 3-on itt van velünk Erdélyi Mónika, Josi Bolyarep. Sziasztok! Gondolkodás nélkül csak olvastam a súgat. Sváci Gergőnek most rendel. Egyébként minőségi csere. Eskö Kény Attila, sziasztok! Attila, mivel jössz a FEM-be? Fú, igazából ilyen nyaralásos képeket hoztam. Uh-huh. Tehát ilyen régi nyaralásos, hát régi, mivel nem voltam 2 éve nyaralni, ezért tudok csak 2 éves nyaralásos képeket. Ezzel jöttem most igazából. Együtt szoktunk ebédelni, minden héten elmondja, hogy 2 éve nem voltam nyaralni. Igen, mert ez most már engem ez ki miért tüske lehet az ő életében? Nem, ezek ki vagyok. Hát, de akkor tegyük hozzá, szabad magáninformációt megosztani az ebédből? Fogtad, kihúztál egy jó sok időt a saját naptáradból, és azt mondtad, hogy ott nincs fellépés, nincs előadás. Hát jó, de mert másképp nem működik. Tehát én mindig arra gondoltam, hogy majd csak valamikor elmegyünk, de ugye mire arra kerül a sor, hogy mennénk nyaralni, akkor mindig hál' Istennek tele vagyok programokkal, vagy fellépés, vagy valamit kell csinálni. Csak most azt mondtam a feleségemnek, hogy most válasz ki azt az 1 hetet. Beszólok az irodába, áthúzzuk, vagy azt a 10 napot, és akkor nem érdekel, hogy mi történik az időt, elmegyünk. Nem tudsz egy jó török tengerparti szállodát megdumálni, hogy 1 hétig ott esténként fellépsz? Nem. Ja, a török tengerparti szállodát, nagyon kéne oroszul énekelni. Igen, nem, most már nem kell, most már nem. Tehát tényleg meg lehetett tavalyig oroszul tanulni, de most már nem mennek a török-orosz válság miatt, úgyhogy akkor válaszunk új desztinációt. Akkor megyünk mi is török, akkor most megyünk Törökországba. Viszont akkor törökül kell megtanulni nekem. Az megy, tudod. Volt már olyan egyébként életedben, amikor elmentél nyaralni, ott volt a bárzongora, és egyszer csak úgy leültél, mert jól esett és zenéltél, és énekeltél? Volt ilyen, de akkor rengeteg magyar, tehát sok magyar volt, ott találkoztunk magyarokkal, és volt a bárba zongora is. Hát kellő italfogyasztás után úgy odavergődtem a hangszerhez, és reggelig nyomtuk. Sőt, volt olyan is, képzeld el, volt olyan, hogy karaoké volt, csináltak mindenféle zenét, feltettek, és lehetett menni, és akkor engem küldtek, hogy menjek énekelni. És volt olyan egyébként már, hogy énekeltél mondjuk egy szilveszteri bulin, felvették DVD-re, és volt egy énekesed, aki más volt, és másnap reggel DVD-n kiadták? Volt olyan is? Én is tudom. Ez közös volt. Közös volt, igen. Milyen témáitok? Kicsit önfettessé vált a beszélgetés. Abszolút. Ezt nem értettem, ezt a részt, mert kibontjuk a FEM 3 Caféban. Volt egy kiváló zongoristám, Kökény Attila, aki kísért hajnalban egy bárban. Ennyi, és énekeltünk így. Aha. És majd ezt az anyagot reggelre már 2900 forintért árulták. És akkor úgy volt, hogy Kökény Attila is fújtott Zsutko fellépése DVD-n. 2 kamerás felvétellel. Na, mi történik itt? Na, hát figyelj, az informatika világában. Figyelj, életem egyik legjobb estje volt, amikor a román turista odajött, és nem tudta, hogy én tévében vagy bárhol dolgozok, és megkérdezte, hogy tudom énekelni azt, hogy. És mutatod el. Figyelj, egy igazán jó cigányzenész 100 euróért bármit el. Arra kérlek, ne menj alá, jó? Ma már nem menj alá. Cigányzenész vagy. Volt elég ugye a karibtenger. De tudom. Na, mi lesz még nálatok? További kellemes témák, minden 7. ember érintett a reumás betegség. Tök jó kellemes témát választ. Micsoda átkötés, minden, hogyha mondjuk esetleg ugye begörcsölne a hát, vagy valami izomfájdalom lenne a zongoránál. Egyébként, hogy egy picit komolyabb témával folytassuk, egy kerekesszékből felállt sportoló is a vendégünk lesz, aki hát akaraterőből is jelesre vizsgázott, valamint testépítőként versenyen fog indulni, ráadásul világbajnokságon hamarosan. Tehát ő is itt lesz velünk. Malacaival alszik Loki. Egészségére. Loki az egykori valóságshow szereplő, igen. Van két, talán kettő törpemalackája, és ennyire szereti őket, hogy ők együtt alszanak. Nagyon jó. Erről az ő kis életükről mesél majd. De Attilát nem tudom, hogy hallottál. Nem. Nagyon jó. Na igen, mert nekem úgy jött le rögtön, tudod, vizuálisan, hogy tehát az olban lakna. De ezek nem ilyen hízó sertések. Hát most az, hogy malacaival alszik Loki, akkor az embernek az, hogy... Jó teszemben, tényleg most hír. Értelen Kosjár György gazda, az év sertéstenyésztője Békés megyében, ő jutott eszembe, hogy kimegy szépen a tonyájára. 200 kilós hízókat, ugye? Igen, hogy megágyaznak maguk mellett Röfi, Gyuri bácsi, meg a másik. Gyönyörű lehet. Nehogy a kutyájával alszik, egy mini kutyával valaki. Ez egy mini malac egyébként, ekkorák. Igen, alig egy tonnások, igen. Na, de hogy ezt kipihenjük, majd jogázni is fogunk, ráadásul páros joga lesz majd, tehát Mónival együtt fogok majd gyakorlatot végezni. Jó.
Balett, Kárász Robi jogázása után én tegnap előbb balettoztál. Igen, én arra, arra kérlek titeket, hogy próbáltam. Mi van itt? Mi a baj? Ma van valami a levegőben. Ott már a Mokka, most kezdődik a FEM 3. Holnap reggel várjuk Önöket. Viszontlátásra. Viszontlátásra.